Na szavaztok, ez egy újabb Free Fire videó. Most már jobban vagyok. Már nem fáj a torkom. Úgyhogy ez tök fasza. Egyébként, hát ugye beszéltem a guildról. Azóta pár ember jelentkezett. Ezek szerintem nem magyarok itt, úgyhogy ezeket elutasítom. Most pont bevettem, mindegy. Úgyhogy, ja. Ez a BR Solo Cup, ez elvileg már csak ma elérhető, mert ma van 26-a, és itt van, hogy 11-én indult, vagy 21-én, és akkor 26-áig tart. Úgyhogy, hát nem hiszem, hogy le tudom játszani ezt a sok meccset, meg nincs is kedvem, mert le tudtam volna játszani a nap folyamán, de hogy nincs kedvem annyira. Úgyhogy hanyagoljuk. És amin meglepődtem, hogy visszajött a bohóc, a kriminál, és ilyen nagyon komoly változatok vannak, hogy top kriminál ghost, meg hogy top kriminál neon. És van a sima, a red kriminál, ami már lejárt, az már a multi, az már ilyen gagyi. Meg a többi is visszajött. Na, elég komoly amúgy. Nem tudom, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mennyi dia lehet kiszedni a ghostot, vagy a neon kriminált. Kíváncsi lennék rá, hogy vajon mennyi dia kéne hozzá. 11 napig van bent, hát. Amúgy nem rossz amúgy, de nem tudom, hogy megéri-e már rákölteni. Egyértelműen nem. De jó pofa cucc. Úgyhogy, ja. És ja, itt a Solo Cup-os mapon a sima Bermuda van, de itt meg a havas van. Érdekes. Egyébként jó hideg van, előbb voltam kint. Oké, este. De akkor is. Már eléggé jön a téli időszak. Mitől várok? Leginkább a szilveszter miatt, hogy aki nem tudja, nekem van egy pirotechnikai csatornám, ahova már nemrég raktam ki egy videót, meg majd fogok is. Úgyhogy, ja. Mert úgy terveztem, hogy szezon, off-szezonban is fogok videókat készíteni, de nyilván nem jött össze, mint kb. Mindegyik ilyen csatornán. Úgyhogy hát, ja, sajnos, de majd vissza fogok térni oda is, és akkor fogok videókat kirakni. Úgyhogy, akit érdekelnek a tűzi játékok, meg az ilyenek azok, majd nézzék meg a csatornát. Még egyelőre nem rendeltem csomagot, de majd hamarosan fogok, tervben van. Meg majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz idén az árusítás. Remélhetőleg jobb lesz, de ebbe nem vagyok annyira biztos. Ugyanolyan drága szar lesz, gondolom. De ha lesz durranós sikoly, akkor már megéri elmenni a konténerhez. Csak azért. Az az egy, ami megéri, talán. Jó az ilyen római gyártja. De ilyen komoly cucc, hogy ilyen 50 mm-es telebb, az meg az, nem is tudom már mennyi volt ez a... Én most nem beszélek ilyenekről, nem tudom, kit érdekel, kit nem. A lényeg, hogy kurva drága, ami már kicsit komolyabb cucc. És az se olyan nagyon komoly cucc. Szóval, ja, kurva gyorsan elment az év, nem tudom, ti hogy vagytok vele. De nem is bánom. Hoppa, itt megy egy emberke. Ha, jó, lekéstük, mindegy.
Kéne szerezni még 400 tokent, hogy ki tudjam venni az arzenál kulcsot. Na itt van az a sárga izé. Az a tokent. Egyébként valaki írt rám instán, láttam, hogy megyek-e vele egy barátságos rumot. Gondolom új néző, úgyhogy hát elmondom, hogy én nem szoktam, sose szoktam rumozni meg ilyenek. Főleg mióta már nem játszok komolyan. Amikor még rendszeresen játszottam, már akkor se voltam benne ilyen rumos hülyeségbe. Persze volt olyan időszakom is, de akkor is csak ugye haverokkal, közeli haverokkal, társággal, milyen random emberkékkel. Úgyhogy, ja. És ezt is hoztam volna ilyen témának, amúgy, hogy milyen durva, hogy tényleg már úgymond nagyon sok ember úgy, hát ott hagy, itt hagyta a Free Fire-t, és hát, ja, meg voltak ugye jó pár magyar videósok, és akkor azok is így eltűntek, nem raknak ki videót, nem is nagyon játszanak már. Hát elég durva amúgy, hogy milyen, mi lett belőle. Akkor volt Golden Era, Golden időszak, az aranykor, akkor azért jó pár videós volt, meg a player is, rengetegen. Akkor még teljesen más volt a játék. És kicsit durva belegondolni, hogy én még néha rakosgatok ki videókat, meg néha-néha játszogatok a játékkal, de már nem nagyon maradt senki. Ilyen magányos lett az egész. És jó, persze, hogyha lenne biztos, kikkel játszanom, hogyha úgymond újra kicsit jobban belelendülnék a játékban, meg tudom én. Én nem tudtam venni, de van 800 izém, úgyhogy tudok venni. Úgyhogy gyorsan felmegyek oda, mert nekem ez a taktikám, hogy megpróbálom kiszerni az OP lootot az izéből. Szóval persze tudnék új embereket, új csapatokat szerezni, akikkel tudnék játszani, de már nem érdekel annyira a játék, szóval. Meg inkább a... Nem lenne olyan, mint régen. Ezt akartam mondani. Van ez a lila izé. Ez az, amit hoz a drop, gondolom. Lehet, hogy onnan kéne venni cuccokat. Ja, de várj, nem tudok venni, baszki. Mert azt hiszem, hogy csak 5 percig lehet venni azt a izét. Ah, faszom. Akkor megnézem, hogy milyen ez a lila. Hát, az sokkal jobb. Aha, ja, ilyen nagyon komoly cuccok vannak. Jó, ez mi skill? Ez nem tudom mi. Valami karakternek a képessége, azt tudom, de... what the fuck? Valaki lövöldözött. Valamit még gyorsan kéne vennem. Ez kapta halt. Amúgy komoly ez az AK. De hogyha ennyi most ilyen jó volt. Meghagyom inkább. SVD, ez kicsit stabilabb fegyó lenne, de mindegy. Mindegy, szóval nem is lenne olyan már az egész. Úgyhogy, ja. Inkább csak ebbe így belegondolni. Komoly. Hogy ja. Honnan indult, és hova tartott, hogy hova jutott ki az egész. Már ilyen utópisztikus minden.
És hogy milyen volt régen, arra már nem is emlékszik kb. Csak azok, akik akkor játszottak, szóval most el persze elkezdek magyarázni ilyen dolgokról, azt kb. Összesemre se tudja, hogy miről beszélek. Jó, mondjuk azért engem nagy részt ugye a régi nézők néznek, a veteránok ugyanúgy, de én már biztos vagyok benne, hogy a nézők 70%-a körülbelül, vagy 80 talán, még azt is magam kockáztatni, mert azt se tudja, hogy lenne téma ilyen nagyon veterán dolgokról, meg hogy milyen volt régen, már se tudnák, hogy miről beszélek. Mi a fasz? Megint ez a shieldes hülyeség, öcsém. Sárgára változik a pali, ez bevesz valami aranyalmát, ezt újra éled. Faszom. De megint újra éled. Mekkora hülyeség már. Hát a polit kicsit nehezebb lesz megölni, meg az AK az nem is olyan jó, nagyon távolra. Úgyhogy hagyom én a polit. Járja? Aha, szkári volt a polinak, de sima. Úgyhogy hagyom. Meg azt a polit is hagyom egyenlőre. Megyek inkább körbe, jó töpöt. Ez már jó, jó helyezés. És hogyha ti írjátok, hogy ti vagy vagytok ezzel. Ha van még itt valaki, aki nagyon veterán meg. Meg minden, hogy ő hogy van, hogy gondolom őnek is már így, akik játszottak a haveré, meg ilyenek már nem. Ezt úgy érzi, úgy mondta, hogy így egyedül van a játékban. És igen, jó, nyilván nem, de olyan, hogy... Na, értitek. A ranked is teljesen más, pölö. Nincs ez az érzés, mint régen. Amikor még tényleg mindenki úgymond egy szinten volt, meg minden. Most meg már vagy ez nem egy kurva jó, vagy azt akkor ilyen könnyűek a meccsek. Mert mindenki, hát új playerek lettek, stb. Azok meg már sokkal hát bénábbak úgymond, mint akik régen játszottak, tehát. Egy mostani player, aki nagyon jó formában van, egy olyat, egy veterán, aki pölö visszatért, mint pölö én, aztán hónapok óta nem játszott, meg nem is játszik komolyan, szerintem simán elver. Tehát. Mert egyszerűen régebben más volt az egész játék, stílus, minden. És akik most számítanak profinak pölö, az új playerek közül, azok, hát oké, hogy profik, meg minden, de a veterán playerek úgymond, azok meg így, hát hogy mondjam, na hát értitek. Ez a veterán power. És jó, persze ez most ilyen kis izé szint, platinum vagy mi, de ugyanez lenne a helyzet. Mert valamikor még, hogy amikor felmentem ilyen 6, nem tudom mennyi 1000 ponton voltam, de elég magasan. Ezt így ott is ugyanez volt a szint, szóval ugyanez a szint mindenhol, a Grandmasterból lennék, ugyanott is ez ilyen lenne az egész, szóval. Ja, régen meg mi volt? Hát a Diamondban már olyan nehéz volt játszani, bazd meg, hogy mindenki olyan komoly volt, meg minden. Ez még tényleg nagyon rég volt.
amikor még nagy szám volt a Heroic. Amikor még a Heroic volt a peak rank, a legnagyobb rank. És ha azt valaki elért, akkor az úgymond az ilyen menőnek számított, meg minden. Most meg mi a Heroic, az semmi. Na mindegy, hát ez lett volna ez a videó. Kösz figyelmet, szavaztok. Úgyhogy, ja. És nem húzom tovább az időt, de értitek nagyjából. Na, hálóztok!